Mutatok valamit, de kérlek, hogy ezen senki se sértődjön meg. Csupán egy kis humor, nincs mögötte ártó szándék, komolyan. Na ez egy égbe kiáltóan rossz összekötése két dalnak, de most, hogy figyeltek, bele is kezdhetünk a mai videóba. Sziasztok! Ismeritek ezt a számot? Ennek van egy híres gitárszólója. És a szóló után még van egy ilyen bridge-szerű rész. Tudom, hogy most teljesen kiszámíthatatlannak tűnök, de mindjárt érteni fogjátok. Ezt a számot ismeritek? Na az a helyzet, hogy a nyáron a barátaimmal épp a Balatonnál nyaraltunk, és esti beszélgetés, sütögetés alatt háttérzeneként teljesen véletlenül mindkét szám előkerült az este folyamán, és nekem bevillant valami. Meg is fogadtam, hogy hazamegyek, és viccből összevágom a következő kis részletet. Ez a kis projekt nagyjából ennyi is lett volna, de aztán rájöttem, hogy erre felépítve nagyon jót lehetne beszélgetni arról, hogy ti szoktatok-e dalokat összefűzni. A témafelvetés alapját az adja, hogy mi a dicsőítő csapatunkkal már évek óta ilyen 3-as, 4-es tömbökben játsszuk a dicsőítő dalokat, azokat különböző módon összekötve, mert az a tapasztalatunk, hogy így az alkalmainkon részvevő embereknek talán könnyebb benne maradni abban az imádságos hangulatban, amit létre akarunk hozni. Illetve ez a dolog a jelenlevők velünk éneklésére is jó hatással van. Régebben ugyanis, amikor olyan rendszerben csináltuk a dicsőítő alkalmainkat, hogy elhangzott egy dal, aztán elhangzott egy tanúságtétel, aztán még egy dal, aztán megint beszélt valaki, akkor ugye mindig megálltunk a dalok közt, és mindig csend vagy beszéd volt, és ezáltal az történt, hogy aki bátortalanabb volt, annak mire megjött volna bátorsága énekelni, véget ért a dal, csend lett, és a következő dalnál ugye újra elkezdhette gyűjtögetni a bátorságát, és így tovább, és végül nem nagyon énekeltek. Persze azt is tudom, hogy a velünk éneklésnek a témája az ennél sokkal mélyebb és sokkal bonyolultabb problémahalmaz, és nem is állítom, hogy csak emiatt a dolog miatt, de amióta átváltottunk erre a összefűzős koncepcióra, azóta többszörösen azt érezzük, és vissza is jelzik az alkalmainkon résztvevők, hogy nagyon jó benne lenni ebben a hangulatban és velünk énekelni. Nyilván a liturgiában való zenélés erre nem sok lehetőséget ad, igazából csak az áldozási énekek összekötése tud itt eszembe jutni, de egyébként a liturgián kívül gondolkodva, például egy szentségimádáson vagy dicsőítő alkalmon, engem nagyon érdekel, hogy ti szoktatok-e ilyet csinálni. Ami a mi csapatunknak a módszereit illeti, igazából nem kell nagyon nagy, meg komplikált dolgokra gondolni, hát csomószor csak az történik, hogy olyan dalokat teszünk egymás után, amik ugyanabban a hangnemben vannak, és egy ilyen pad, atmoszféra hangszint bent hagyunk a két dal között, amire aztán elindul az új dal, vagy szoktunk ilyet csinálni, hogy az előző dal utolsó letett akkordját nem csak letesszük, hanem annak az akkordnak a helyén már elindítjuk élesben a következő számnak az intróját, és így próbáljuk meg ezt így tovább görgetni. Tehát nem ilyen elrugaszkodott vagy túlbonyolított dolgokról beszélünk. Nekem nagyon érdekel, hogy ha ti is csináltok ilyesmit, vagy gondolkodtok ilyesmiben, akkor ti milyen módszerekkel szoktátok összekötni a dalokat. Beszélgessünk erről. Nagyon köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a témafelvetés, akkor kérlek, hogy osszátok meg ennek a videónak a linkjét barátaitokkal, ismerősétekkel, zenekarostársaitokkal, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra YouTube-on. És tudjátok, a szemüveg nem jó hallásra, viszontlátásra.